Erőszakos a világ, és erőszakos mindenki. A vérengzés elkezdődött, és nem állítja meg senki. Gyilkorra vol mindenki, az életért megy a harc. Nincs tisztességes ember, ez az egész világ szar. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elbasztuk az életet. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elbasztuk az életet kinn az utcán vér folyik, dolgoztak a maffiák. Rablás nem éj, erőszak és a sok prostituált. Elpusztulnak az értékek, nincs már szerelem. Nincs már remény, nincs több hit, csak a félelem. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elbasztuk az életet. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elbasztuk az életet. Erőszakos a világ, és erőszakos mindenki. A vérengzése kezdődött, és nem állítja meg senki. Gyilkorrabol mindenki, az életért vagy a harc. Nincs tisztességes ember, az ott egész világ szar. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elbasztuk az életet. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elbasztuk az életet kinn az utcán vér folyik, dolgoznak a maffiák. Rablás nem éj, erőszak és a sok prostituált. Elpusztulnak az értékek, nincs már szerelem. Nincs már remény, nincs több hit, csak a félelem. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elbasztuk az életet. Változtatni ezen már nem lehet. Ezer éve elbasztuk az életet, 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 az életet. Happy vasárnap mindenkinek! Tegnap volt kihagyás, mert tegnap nyugalomnak volt, de ma megpróbálunk szorgos, dolgos hangyaként beleugrani a szitengó tengerbe. Mondjuk a hangya ritkán ugrik tengerbe, de valahol érthető ez a hasonlat is. Ez nem majomugrás a vízbe, mert az meg nem jó hasonlat, mert az egy nagy produkció, mi meg csak szorgos hangyák vagyunk. Úgyhogy nem tudom, hogy a zene mennyire hangos vagy nem hangos. Majd szóltok, hogyha túl hangos. Minden esetre, ugye azt már megfigyeltük,
hogy van az egy dolláros, aminek nagyon örülök. És ugye az alap kitűzése a dolgoknak, célkitűzése az a érjünk el 100 dollárt a kettőhöz, ami továbbra is tart, viszont megkönnyült a dolgunk annyival, hogy most már van egy 1 dolláros limit, ami talán, hogyha jól tudunk játszani majd, akkor gyorsít, de még addig van 2,80 dollár, amit össze kell szedni, és nem csalunk, nem ugrunk fel előbb egy limittel feljebb, úgyhogy ezt vissza is állítom, nehogy véletlenül elindítsam az 1 dolláros limitet. Úgy. Na, hát lássuk, hogy vasárnap hogy adja. Apám. Na, be is indult az első akció. És mondhatnám azt is nagy képűen, hogy ma addig toljuk, amíg nem jutunk fel egy limittel feljebb, de ha Dunswingbe kerülünk, akkor lehet, hogy az nem lesz olyan vicces, úgyhogy a első célkitűzés, hogy 20 Citengo ma is lemenjen. A többit meg majd meglátjuk. Viszont ha véletlenül itt napközben, session közben elérjük az 50-et, 50 dollárt, akkor utána már 1 dollárost fogok indítani. Mert hát ugye első nap nyerő volt, második nap bukó volt, harmadik nap nyerő volt. Meglátjuk, hogy ez így akarja folytatni Herr Poker Stars, vagy van arra is esély, hogy két nap egymás után nyerőbe legyünk. Most nézem, milyen csúnyán raktam össze az asztalokat. És mentjük akkor ezt. De várj, ez hogyan kell? Azt mondja, hogy manage layout. Igen, és akkor apply. És most elvileg ezt fogadta el. Nem, visszaállította ugyanoda. Nem mindegy. Na hát az ászdámával nem emelek vissza, mert ugye Bolondéria limiten vagyunk. Ja, és el kéne indítani a hadot is. Egy Bubi dámával innen emelünk, mert nagyon hátul vagyunk már. Na, hát ez egy rendkívül veszélyes bord, tehát toppár ide vagy oda, itt nagy akcióra a világba hajítjuk az ászdámát. Itt ugye kint lett set, színhúzó, két pár, dáma 5, dáma 6, 5-6. Szóval, mivel itt a végéről betelnek, azért egy gólt adunk neki. Megnézzük, hogy hányan maradunk. Atos Ados. Vele van már pár hendünk, 340. Ajajaj. A 7-8 odaért. Úgyhogy innentől többet nem adunk meg. A 7-8-at egyébként sem lehetett volna kicsavarni a kezükből. Hoppa, hoppa. Lehet, hogy egy királydáma csapkodja, de ő a gyanús a játékban. Az is lehet, ő is, hogy valami sületlenséggel kapaszkodik, egy ászöttel. Láttunk már ilyet, de most már odaért a szín, a full is lehet, szóval nem vagyok benne biztos, hogy nekem ezt kellene erőltetni, ezt az ászdámát. Ja, igen, itt egy push. Tehát, hogy preflop, ahhoz, hogy nyugodtan megjátszottam volna ezt a hendet, ahhoz az ászdámával all-in kellett volna menjek, ami meg igazából őrültség arra kb. Nem is tudom, 250 zseton volt benne, valami ilyesmi. 200 azt hiszem, plusz az enyém.
megvárjuk azt, amikor vélhetően mi vagyunk a legjobbak, és akkor támadunk. Megeresztünk egy részt. Ó, látom, itt a kollégát kiültette a szomszéd. Van egy open enderünk, meg egy backdoor flush húzónk. Azért megpróbáljuk érvényesíteni az erőnket. Már csak Fatoszt kell legyőzni. Amit egy Káró királlyal le lehetne győzni. Ez itt egy nagyon nehéz dolog, mert mivel emelhet vissza? Két párral emelhet vissza. Ritkán 9-es vagy 10-es szettel. Egy utca call, és itt kuka már megint. Hó! Ez jó egy ingyen river, mindig jó. Csak, na a river nem jó. Ez a probléma forrása, hogy az ingyen river nem segített. A 8, lyuksor Bubival, megvan a sor, Bubi, betelünk, de ő nem jön. Valami, nem tudom, 4-5-tel szállhatott harcba, vagy 5-6, ilyesmi, 7-8. A 7-8 nem, mert a 7-8-al akkor adta volna szerintem. A 8-assal a alsósorra lett volna, ja, nem, mert a lyuksorom esett. Jaj, 7-8 az fixen adta volna. Ja, akkor jó gondoltam. Vagy valami teljesen random ász 2, ami... szintén értelmetlen volt a folytatása vele. Bubi 5 könnyű dobás, 6-8 szintén. A 6-8-2-t is eldobtuk. Pedig most már sor lenne a riveren, most már nagyon erősek lennénk. Dáma 5 kuk. De régi szám ez. Több mint 20 éves. UTG emelés. Ez dobás. Na nézzük, kinél milyen trendek alakulgatnak. Hát ezek még nagyon kevesek, ezek a számok. Ott már van valami gyanús. Elimp az ötösökkel elég. Ilyen feszes már ez az asztal. Halló, hol van az a rengeteg mindenféle call? Na, látod, ez itt nem feszes asztal. Hát... ebbe azért belenyitok, mert nagyon sok random lap lejavulhatna a törnön egy
Bubi dáma, 9, király, akármi. Amire nincs szükségünk. Ó, nézd meg. Ilyen kis mini visszaemelés. Ez meg kólol. Mi az, amit ő tud kólolni, te jó ég? Ezt megint csak nem fogom betolni, ezt a gázdámát, de itt négy handid leszünk. Most nézem, hogy jó, hát attól függetlenül egy királydáma az rész. Aha, hát sejtettem, hogy hárman maradunk. De ezen a flopon meg könnyű dobásom van, úgyhogy nem történt semmi. Valószínűleg ilyen 8-as pár. Bár szoktak mini rézelni az ászokkal is azért, hogy... Aha, ez 9-as párja. És megjavította. Jó, de csúnya. Őt ahogy sejtettem, hogy valami ilyen közepes párral fog így játszani. Igen, sokan elhiszik egyébként, hogy ha a kártyájuk alatti flop jött, az senkinek nem segített, mert mindenki ász király. De ahogy a mellékelt ábra is mutatja, nem mindenki ász király, meg ász dáma, mint én. Hát ma kinéztünk az utcára, és megláttuk, hogy óriás szélvihar van, úgyhogy mindenképpen a póker a legjobb döntés. Az Bubival innen már emellek egyet. Fatos Hados Ramsa volt. Az igen. Mondjuk ha onnan megteszi ezt, akkor ugye az előbb láttuk, hogy 9-es párral csak kólol, tehát hogy ez valószínűleg egy ilyen ász dáma plusz range. Ász király és dáma pár plusz. Úgyhogy easy fold neki. Hogyha a korai nyitásomra egy rá merte pusholni, akkor ott van kártya. Arra meg nem akarok rámenni, hogy lemákolok egy monstert. Vele majd akkor küzdünk, amikor erősek vagyunk. Ezt észre fogja venni. Összetolta a Monster Király 3, bár mondom short stack volt már. Valami másik csatában vesztette el a zsetonjait. Mi volt az a... lemákolták az ászait backdoor sorral. Hát igen, az kellemetlen. Hát itt nem vagyok jó. Az a baj, hogy ezek az arcok, igen, így játszanak. És ilyenkor betolja egyébként egy szál Bubival is, tehát a flush-ön van. Nem zavarja az sem. Kezd kialakulni róla egy képem, hogy ő igen csak mániák, szeret mindennel játszani. Cooler party. Megpróbálom következetesen tartani azt a játékstílust, amit kitaláltam magamnak. Meg nem csak én találtam ki nekem, hanem a régi trénereim, hogy hogyan és mint csináljam.
Néha nem könnyű, mert ugye az ember, hogyha sokat cashgamezik, akkor mindig mindenben meglátja a potenciált. Hogy na, átúról, nem kólozunk be, mert fogy a zsetonunk. Ez is például gyönyörű, egy királydáma pick. Hát azt az all-int valószínűleg, hogy megadom. És megpróbálom kizárni ezt a játékost ebből a játékból, meg elve azt a 15 zsetont az betenni magamnak. Na, hát most már sajnálom, hogy kizártam azt a játékost. Jöhetett volna egy ász 10. Már abban fix, hogy adta volna. Tehát. Bármi, amivel adta volna, azt megvertem, de ugye olyan lehetett nála, amivel szóba se jöhetett a call. Azzal meg egy centet se adott volna többet. Milyen ömlése van már az arcnak? Vissza is szerezte a zsetonját. Ő nyert el tőle azt hiszem a királypár, ászpár csatában. Most megérkezett egy kis agresszió a muzsikában. Hoppá, az a királybubi az hullá alakult. Zugazaga, honnan vagy Zugazaga? Honnan találod ki magát? Oroszországból. Honnan találja ki magának a királybubit előről? Ez a király 8, az még kevés lesz a pusha. Aha! Most elárultad magad, hogy itt vagy az asztalnál te is. Na most ez megint... mi az a limp? Várja a pusht, vagy nem várja a pusht? Hát, nem tőlem kapja. Talán, ha egyszínű lett volna, akkor betolom. Erre a következő magyarázattal szolgálunk. A negyedik kazettánkat érdeklődés és zenetudás hiányában 1999-re halasztottuk. A Luxor 4 szín javul? Most fog betelni? Nem. Hát nem javultunk volna. Egy mezei 3-as pár agyonvert volna. Vagy egy király 2. Ez is szép overbet. Na de úgy látom, hogy itt kipucolták a társaság nagy részét. Mit játszol? Kiegészít bele nyitott? Jajjaj. Neki volt valami mutatása, ász király. Bobby 10. Hát jó, meggyőztetek. Nem is kell nekem ott all-in menni semmivel.
Aja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 j
Tehát az ászpárba jó, hogy nem nyomtam bele a gyönyörű nyolcasokkal. Harcoljatok. Ó, ott a River. A River ász. A menetrend szerinti River ász megérkezett a... Két semmi volt ez? Mi volt ez? Egy hármas, meg egy turnbubi. Azért jó volt, ő is így kólolt a 10 bujval a 8-3-2-n. Nem enged, semmit nem enged el, semmit nem enged el, de most levágták. Nekem ezt muszáj betenni. Reméljük, hogy ellene kitart, és ők megdobnak. Na. Hát úgy néz ki, nem tartottam ki ellene. Mert a 9-4-nek azért volt egy fölélapja. Úgyhogy a gyors három fölélap közül egyet oda suvasztottak neki. De Bubi 9-el meg is vertük volna az egész mezőnyt. Pedig volt 9-es. Ugye ott király 9 volt a másik. Igen. Kedves hallgatóink, én nem mérges lett volna a River-en. Azért írta, hogy jól tele legyen a kazettája. Na, itt úgy néz ki, hogy nem kell csatába szállni a 7-2-vel. Még betehetné ő is, és kiejthetné a két. Ó! Ugye? A hetesek... Ó, sajnos fogom a hetesét. Sajnos fogtam a hetesét. Pedig a szép lett volna pénzbe keveredni így, de az 5-2 nem lesz alkalmas erre. Viszont ő megsérült. A 9-6-ot nem segítette meg a kártya istene. Raise, re-raise all in, 5-ös pár, könnyű dobás. Na igen, most megint ászokba meg... Jaj, a River, de szép lett volna pedig. De hát ez mindig meg kellene hülyülnöm, hogy a nyilvánvalóan lerídelt jobblapok ellen betoljam, mert mi van, ha a River jó? Mi van, ha a River jó? Na, River jó! De hát itt nem ridelhettem, hogy a call, és hogy kiletolom rá. Itt csak azt lehet ridelni, hogy mennyi zsetonunk van, és hogy az nagyon-nagyon szükséges duplázni. Na, kiegészít. 9-5. Mutasd meg az erőd, nem mutatja meg. Mert a juhászokat bepakoljuk így. Na, van kérőm ráadásul. Á, királypár. Jó, király szett! Yeah! Ki nem se lehet semmi. Jó. Úgy érzem, hogy halára volt ítélve. UTG limpek. Bár, hogy nem tudtam megfejteni eddig, hogy mivel limpelt. Az ász 7, ez be fog menni. Ez az ász 7 is be fog menni mind a kettőre. Viszonylag feszesek, szóval
ha nincs komoly kártyájuk, akkor várható lesz a körfold, de bármikor belefuthatunk valami izébe, ilyen 10-es pár pluszba. Na. Valamennyit számít az image. Azt se bánom, hogyha kiesik a Gutario. Kazaksztán, milyen szép névben van Gutario ez. Biztos mondtam volna, hogy valami spanyol név. Hát most nem lett jó a... Rász igen, csak hullámzik. 4-5000 és a 1000 között. Király tizet betolom rá. A Gothic Girl-re, a punk fiú rátolja. A 7-4-et azt elengedjük. Ez egy flop sor. Bármelyik izére, hirtelen mozdulatra azonnal betesszük. Erre például. Nem túl sok minden van nálunk, de... Itt egy luxorral nem adom, dobás. Meg kell várni, hogy ő kiessen, most van azért stackem ahhoz, hogy ne pazarák rékoljam el egy király 6 offra. Ezt kapom a colt valami dáma 3-tól, mert egyszínű. Hát ez a király 4, az lehet, hogy meg is adta volna. Zászokat azért nehezen dobom el. Ajajajaj, megint mivel limpelt? Na, ki is esett az Alex, akkor itt legalább kiültem. Nem dobhatom el neki, hogy megszerezze a becket. Ilyen bátortalan király. Nem, egy 8-as, jó van. Jól van? Na. Na, így dobok. Ja, oké, itt izé. Már majdnem rájuk pörköltem, aztán rájöttem, hogy kiestem a nagy küzdelemből, ez egy új asztal. Így csak nyugodtan. Kettesek az dobás, onnan. Cut of Buttonről már toltam volna, de itt még olyan mennyiségű ember van a hátam mögött, hogy... Nincs kizárva, hogy megnyerem, de... De most már ki van. Már kizárnak, hogy megnyerjem. Hát a 3-9 nem veszi fel azt az all-int. Na, most itt pénz van. Pénz állt a házhoz, hölgyeim és uraim. Igaz, hogy ez még csak csökkenti. Még csak csökkenti. Viszont az ászbubit innen be kell pakolni, mert kevés a nagyvak. 9 BB-ből. Ó, feldupláztam.
Na, megnézzük, hogy ő hogy játsza. Hova, az a fold, ez tetszik. Király 9 mindenképpen push lesz. Király 2 nem. Kilencesek mennek be. Ez már mégse kacsák. Esetleg Fatos Ados egy bátor ászpárral vagy királypárral kólol. Ó, jaj. Ez de nehéz. Amivel ő így betolta. Meg tudom-e verni AK-val. És nekem kell a több pénz. Egy AK-t nem dobhatunk el, így van. 10-es és akkor nyugodtak vagyunk. Én neki tudod dobni ott. Mégis legalább felhízott a stack-em, majdnem duplára. Ó, jó van, ász dáma lesz, úgy néz ki itt az a hand, ami biztos bekerül. Itt bárkinek az első rossz mozdulatára bepakoljuk. Call any. 9-eseket kellene legyőzni, turn dáma. Vagy riverász? A riverász. Elfogadható, elfogadható. Na, elkezdett emelgetni. Jó, már a Colin Station esett ki. Ó, ő egy jó játékos, most nézem csak. Akkor bízunk benne, hogy elkezdi... Ne, hát walkoztatja, hihetetlen. 6000 stackből walk. Igen, igen, ez a kiegészít belenyit játék, ezt ismerjük. Ez meg nekem... Hát... Nem jó push. El fogom dobni. Ez egy csúnya dobás. Nagyon csúnya dobás. Senki nem tanulja el tőlem. Eredmény orientáció. Hát most azon gondolkodom, hogy most már nem kell betoljam a négyeseket, de nem állunk olyan szarul. Megint kiegészít, hihetetlen ez az arc. Itt egy nagyon-nagyon luxorunk van, hogyha backdoorba jön minden jön össze, akkor nyerhetjük meg. Jó, az AK-val egyszerű a játék, rá push, az szevasz, gondolkodjon ő. Jó, van meg. Kiegészítek, még a végén flopot nézünk, de azért van potential, nem donkolom meg, mert az nem túl vidám. Ez az ász, ez nem kellett volna, ennyi check után jön, neki lehet valami ászos, amivel nem merte tolni, mert mi van, ha nem jön. De itt már megbeteli, mert már jött. Na, visszaloptuk, jó van. Na. Itt már csak összevesztek valahogy nagyon csúnyán. Előről be, bum, rá. Mi az? Ászbubi luxor és a király 4. Hát ász király az megy befele. Let's do the climb and fuck up.
Megadta Klárika, Klárika, megadta Ászká, Ász király alatta meg, úgyhogy erős split gyanús. Most nem kaptam úgy ki, mint... Így, ha már duplázott, akkor nekem ne limpelgessen. Meg most már tudjuk, hogy egy csomó fos szarral limpel. Ászos lapokkal terrorizálni kell. Ajajaj, igen, gondolkodik. Király 2, a király 2 miért megadás? Miért? Miért? Nem hiszem el, és le tud mákolni. Azért, hogy megkérdezzük tőle ezt a király 2-t, hogy ez tényleg... Ez ilyen... Nem tudott jobbat kitalálni a király 2-nél, azért az elég komoly. Ezt fel is írom amúgy róla, hogy K2SL. Alvin megad. Szóval ilyet ne csináljatok, hogy király 2-vel kóloltok, mert sokkal ritkábban lesz backdoor flush-ötök, mint ahányszor itt most láttátok egyszerre. Nem mondom, hogy megint rátolom, mert nem szeretném azt látni, hogy jön egy flop, ami nem talál be, és ő már tolja is a... Nem fogom eldobni a hetes párt. Hát lehet, hogy elkett volna. Most már úgy néz ki, hogy elkett volna dobni. Még nem néztem oda, mi lett a river. Nyertünk, jó van. Tehát, hogy megint csinált valami borzalmas kolt az arc. Hogy ez a... Ja nem, végül is a dáma 10 limp. Azzal van a baj, hogy belimpel vele. És a belimpelés után lekólol. Mert ilyenkor mindig arra számítanak, hogy ötik és párral toltad, és a dáma 10 az két over. Na mivel egészített ki megint a dáma 10? Az élete a dáma 10. Na két nagy vakér dobnak el, mondjuk nem dob, ő nem dob. A Danny, mit mutat a Danny? 8-9-et. Nagyon jó, egyből 9-es, nagyon jó. Hol az ász? Sehol. Nem jött az ász. De az a 8-9 az is. Az egy... Hogy mondjam, egy... Originál minuszos call szerintem, de mivel kb. 2,5 nagy vakot kellett callozzon, ezért no esély. Jó van. Pedig egy kicsit már kezdtem elhinni, hogy talán ki tud esni ez a nyomorult ott. De mindig megkapja a mákot. Mik ezek a játékok? Na hát akkor egyelőre. Erre a kis 79 centünkre tudunk támaszkodni. Meg a 6-4-re, ha csekkel, de úgyis beteszi, meg beteszem vele. Bár tök nem teszem be, mert úgyis dáma 10-zel egészített ki, mert... Na a bubi 9 jó lesz. Most büszke lesz magára, hogy dáma 10-zel call. Az dáma limp. Tényleg ez a lényege a pókernak, hogy egy színűvel menj be, és akkor mindig lesz egy jó flush-öd? Azt hiszem most harmadik vagy negyedik flush, ami kiejtett. A flop két párom volt most. De mindegy, haladunk.
Vagy lefelé, vagy fölfelé, de haladunk. A jó dáma kettővel nézzük a pompot, és nem jött semmi. Mondja, hogy tournament by day. Oké, most 7-nél tartunk, jó. Mert hát a coolerek, azokba belefut az ember. Na jász, bubi. Ő elég agresszív, úgyhogy az emelésére rátolom. 99%-ban azt láttam, hogy ez K4 óréz, all in. Ezt átmódosítjuk a pirosat a sima agróból az idiótává. Dobok, mert nem kellett volna dobni. Vagy egyébként kellett volna, mert most attól, hogy egy körfold van, azonnan még nem jó emelés. De hát én nem hűlök meg, mint ő. Hát ez egy kicsit lassabb rész, itt nyugalom van, sokan vagyunk még, tele. Hármassal limp. Na, mit mutatott az előbb, amikor bukott ászbubit? Eldobjuk, mögöttünk még vannak túlságosan sokan. Ez szerintem egy ilyen határeset volt a call és a fold között. Nem biztos, hogy jó, amit mondtam, és ez úgy is van, de én úgy gondolom.
Ó, 380-as all-in. Mikkel tolta eddig. Húha! Húha! Hát ez a két ász itt nem annyira győzött meg arról, hogy tovább kell folytatnom, de meg szerintem ásszal betette volna. Itt már fogunk egy ilyen nagyon kicsit betelni valamilyen 135-öt. Óvatosan van valami. Jó, akkor ezt megnyertük. Királypár az nyert, de azért be akartam még gyorsan, mielőtt eltűnik jelölni, de sokkal hamarabb kidobták az asztaltól, mint hogy én reagálhattam volna. Itt nem üldözzük a hat... Ó, tőleg így nem. 9-10 itt megpróbálja elvágnia, de egyébként ez gyakran csak egy sima dáma király is. Ha egyszer feljutok az egyes limitre, kíváncsi leszek, hogy ott mennyivel javul, vagy sem a pool. Mert hát itt teljes őrületet tudunk látni. Bár emlékeim szerint a 7,5 dolláron is, vagy 7 dollárot nem is emlékszem, azt hiszem 7,15, ott is borzalmas játékosokkal lehetett összefutni. Hát ugye pénze bárkinek lehet, amivel toligathatják. Már miután tudjuk, hogy király négyel képes kólolni, itt ha emel, és megint rátolom, lehet, hogy megint kólol egy izője, de nem fogok flopot nézegetni vele és hagyni, hogy az a baj ott kell, nagyon egy ász, nagyon kell egy ász, nagyon, már csak három ász lett volna jó. Úgyhogy itt bele kukucskáltunk az ász dámával a dáma párba, de hát ez legitim kiesés. Hát most nézem, hogy belógok ott a ablakba. Javítsam csak meg. Még mindig nem jó, de már majdnem jó. Aha, hogyha hát így csinálok, így, akkor egybe megy, aha, jó van. Na. Elvileg most jó. Ja. Most már nem lógok bele. Eltakarom a statisztikai adatokat előletek. Látom valami oldalt, ami kiírt mindenféle statisztikákat a cash game játékosokról, de sajnos úgy néz ki, hogy nem túlságosan frissek az adatai.
meg össze-vissza, tehát hogy valahonnan azt találta ki, hogy én 30 ezer leosztást játszottam, miközben a több százezernél tartok. Úgy érzem, hogy az nem annyira valid. Na, itt is van egy feszes játékos, meg ő is elég feszesnek néz ki. Aha, meg több asztalozik is. Itt van egy 20 hendes bolondom. Ja, a többiek azok még ismeretlenek. És hát vasárnap van, tehát hogy nagyon sokan lesznek, akik csak ilyenkor játszanak. Lehet, hogy ez még korai. Egy nagy vakot azért megadok át, ha véletlenül egy... Azt a mindenit, straightflush húzó. Még azt a dáma pókert is megverhetném egy... Ó, de... De arra már nem mehetünk rá. Még nem értem, hogy mi az a 450, de valószínűleg dáma. De még az is lehet, hogy csak valami kakis tízes. Na, nézzük, miből élünk. A buvi 6-ból nem, király 7 az... Merész csekket vállalok vele. Ez már nem jó. Ez már nem jó kezdődik. UTG bolond emelés. Hold. Hát az a set az bizony jól sikerült. Sikerült full stackért menni. Malisse. Vajon férfi vagy női név? Malisse, de valószínűleg női név. Francia nyelvterületem. Egy vidám király 5. Hetesek limpre. Ki is esett? Kicsit elfordultam, az kiesett. A Malisse dáma 4-jel arra kötötte fel magát.
A104 előről dob, A100 bárhonnan rész. Nem áll, hogy senki nem ugrik rá. Na. Köszi, köszi. Jó a flop. Aspára lehet néha olyan flopot kapni, hogy cash game-en egyszer kaptam is. Százan vagyok, 300-ig emelt előről. Annyira kevesen vagyunk még, hogy én eldobom ezt az ász királyt innen. De el, igen. És hogy annyira sokan vagyunk még. Malice az egy neutrális név, azt írja a Némipédia. Na, egy neutrális név. Némipédia. Némpédia. Wow. A világ legkedvesebb kisegítő hölgye támogatta meg a információval a livestreamet. Hogy a Malice egy semleges név. Kelta. Kelta név, akkor nem is mai. Most nem azt mondom, hogy magam a dicsérem, mert ez lett a flop, board, stb., de... De úgy néz ki, hogy attól függetlenül is szerintem onnan eldobni egy előről emelés, mit mutatott az előről emelő? Semmit. Valószínűleg ő is ász király volt a jelek szerint, vagy egy... Hát a bubi pár talán a dáma magas boardon azért berakta volna, de nem biztos. De vagy ász bubi, vagy ász király volt ő is. Mert ugye az ász 10 beteszi, ász dáma beteszi, azt ennyi, nem különösebben érkeztek borzalmas turn és riverek a top pároknak. És akkor nem tudjuk, hogy a szomszédban a Filmári lehet, hogy csak egy ászdámával kólolta. És ő kapta a toppárt. Ilyet is láttunk már a történelemben. Ja igen, ott tartottam, hogy ászpárra kaptam cash game-en élőbe egy elég szigorú flopot. Az volt a flop, hogy bubi dáma király. Nem, 10 bubi dáma. Igen, 10 bubi dáma volt az ászpára, és akkor így gondolkodj el, hogy itt most mit csinálsz? Ugye bármit, amivel egy ilyen három betelt kasszába, lehet, hogy négy, nem is tudom már, hogy három vagy négy betelt, nagyon régen volt. Bekerülsz egy ilyen kasszába, az ellenfeleid javarészt Broadway párok lesznek. Az ászkirály ugye azonnal megvert, a 10 bubi dámán. Az ászpárral splittelek, a királypárnak alá föléje van, ugyan verem, a dáma pár, tízes pár, bubi pár mind leszettelt. Úgyhogy ezek igen, igen csak szigorú dolgok voltak. Itt elég sokat emelget, úgyhogy rápörköljük a 1004-et, azt megadja, és akkor meglátjuk, hogy mi az. 9-es pár, király 7, ó! Oh. Későn jött az a négyes, már volt sajnos. De hát a szokásos, amikor a fishnek monstere van, című epizódot láttuk. De hát öt nagyvakból egy olyan emberre, aki gyakran emelget, a 4-4-et tenni kell befele. Amíg az a király 7 hozzánk, az hogy hogy keveredett be, az sejtésem nincs.
Viszont a mai nap egyelőre siralmasnak tűnik, de toljuk tovább. Tarolja büszkén? Igen, igen, tehát emelt fővel térdig a sárban. És várjuk, hogy most akkor jöhet a víz. Ami vagy felemel a sárból, vagy elsodor. Megfulladunk. Juhászok, hű, úristen, itt már 150-es nagy vak van, és tele full ringen játszunk. Ezt nem akarom elhinni. Meg az se, hogy pont most emel a csávó 450-ig, amikor van egy bubi páram, de ezt nem fogom már eldobni. A juhászokat, és hogyha ászok, dámák, királyok, akkor ászdáma, azt még... Meg is lehet verni! Na, elintéztük, hogy már ne legyen full ring. Ez megint egy érdekes volt, ugye, hogy nem rögtön pusholta egybe az ászdámát. És most hogy a cél az volt, hogy azt sugalja, hogy nagyon monster és mindent dobjunk el, vagy ez volt a emeljenek rám vissza. Nem tudom, hogy mi volt az elképzelése. Tehát, hogy onnan az én véleményem szerint az ászdáma abból a pozícióból, ahol ő volt, egy szín ide, egy szín oda, full dobás. Én mondjuk feszes vagyok. Tehát lehet, hogy egy laza játék azt kívánja meg, hogy azt már tologassad befele. De ahogy nézem, valaki megirigyelte ezt a kiesősdit tőle, és kiesett ő is. Luxor, négy szín. Nézzük, hogy ingyen beodaadják-e. Hát... Annyira utálom ezeket a limpeket. Poker Stars, hol van a kör? Egy kör 3. Egy kör ász, és akkor már... Ó, nézd, elég volt a 10-es. Hát elég volt. Ó, és miért nem jött az a szín? Te jó ég, ha becsapódik a szín. Hát áttolta volna az egészet. Na, itt nem szórakoznak a 10-6-tal. Én meg dobálom, miközben ők meg kiesnek. Milyen jó. Hát ez nem talált. Most már be lehet jelölni mindenképpen isnek. Az 5-4, ez... Hogy keveredtek ezek itt az 5-4-jel csatába, te jó ég? A pre-all-int kólolta az 5-4-jel. Ó, édes Istenem. Kik ezek az emberek? Kik ezek itten? Ötszázig emelek, az a biztos. Olarna, mi a véleményed a játék további szakaszáról? Egy kól. Hát itt meg... Hatszáz... Snap kól volt. Snap kól volt. Bízunk benne, hogy egy dáma 10. Alul akció lesz.
Még így is akció lesz. Pász hetet kellene valahogy abszolválni. Jaj! Sikerült. Hát ezért csúnya lett volna. Mondjuk értem én, hogy izolálni akarta az Überfist, aki limpelt. De nem az, nem az, nem az, ez. De az volt a terve vele, hogy Törzsdróval egy utcát azért adunk. Ja, hát direkt Luxorra is javít, hogy még egy utcát adjunk. Hát ha visszatolja, akkor neki van flösse. Aha. Akkor jobb flösse van, mint a hatos magas flössön. Na jó. Ajajaj. Lehet, hogy elég lett volna csekkelni a riveren, és csekkolni valami pár százat. Na mindegy. Már nem tudjuk meg. Még abban biztos vagyok, hogy nem azért tolta vissza, mert tudja, hogy vissza kell tolja. Rádobom. Miatta. Vagy miatta is el kell, mert ő is sok hülyeséggel fog kólolni. Királyok, induljatok a csatába. Milyen van színe mi? Nyilván hármas maga színe van a... Kiskacsa? Hol van? Hol van kiskacsa? Nincs kiskacsa. Én nagyon vártam már kiskacsát. All in call volt? Hát hajrá Bubi 10, hajrá Bubi 10? Ott a Bubi 10! Pénz! A kicsi pénz is pénz. Ugye 20 szitengó az. 10 dollár. Most már van 3-as, jó van. Paralambambambam. Ó, hogy az a... Nem, nem lehet ötöse egyszerűen, senkinek nem lehet. És van ötöse. És van, nézd meg, van ötöse. Nyilván, hogy a világ fisének van ötöse. Sikerült neki egy ászötöt fognia nagy vakban a szett ellen. Dá! Mindenképp push. Meg az is kell, hogy az a szerencsétlen River jöjjön, ami őt sorrá teszi. Na mindegy, már 1 dollár 60 visszajött a 10-ből. Na, úgy néz ki, hogy itt kialakul egy komoly hármas all-in királypár. Hát az ász király, az ász bubinak kell egy bubi, és akkor
minden sokkal vidámabb lenne. Így nem lett annyira vidám. Mondjuk ez az borzasztóan rossz játék volt, hogy bekololta őket ászbubival. Hát, hogy az annyira könnyű dobás lett volna. Hogy az valami félelmetes, könnyű, easy fold. Offsuited, ászbubi, emelt, kapott rá két all-int, mit szeretne? Nem itt szeretnél, tisztáló. Rám tolja, szettje van, ne, király dáma, az jó. Király dáma, azt megadjuk neki mindenképpen, de ez borzasztó játék megint csak, de... Az, hogy ugye, ha toppárja van, és jobb nálam, eldobatja mindent, aminek... Hát, most egy bubi pár akármit itt eldobat velem. Ahelyett, hogy kifizettetné. Viszont, amikor jobb vagyok nála, akkor meg ez lesz a sorsa, hogy áttolja a stacket, azt hazamegy. Nem sejtette egyébként, hogy az emelés az lehet egy ász király. Hiába jött az ász meg a király. Aja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 j
Király van. Töröd is nekem. Jó! Mindent ide nekem! Megnézzük, sora lett? Nem lett jó. Én el tudom dobni azt a 10-es párt itt még. Bőven. Két ember ellen bele. Ott még 9-es is lehet. Egy ász, 9, egy 9, akármi. Hát el is dobta. Ezért kár volt belebetelni, de tényleg. Három emberbe és két emberbe belebetel ezen a floppon. Úgyhogy nincs semmije. Tök fölöslegesen. Itt viszont nem adunk hetesekkel ennyit, mert ugye 2000-et kéne tudjak leszedni bármelyikről, de nincs annyi nála. Na, hát a királypárt sajnos meggyógyított az A5. Így megint nem lett kieső. És ez jó lett volna, amikor itt marad a Nit, meg a másik viszonylag feszesebb játékos. Az értelmesebb statisztikái vannak azért. Az ász 4-re szkóloljuk. Nyilván a short stack védelem ott van valahol. Lehet egy nyitott sorom, de hát abból a majdnem 6000-ből evidencia volt, hogy a két nagy vakot kólozni fogom. Na, előről rátolták a sortira, úgyhogy... Na, ha ő már emelt, ő meg visszaemelt. Na, most kell az ászoknak kitartani az ász bubi ellen. Úgy néz ki, hogy kitartottunk. Az igen. Na megnézzük, hogy közülük ki az, aki vállalja ezt a harcot. Az ötös pár ellen bevállaltuk a királyokkal, hogy megnyerjük. Azért jó, hogy nem egy ászfost mutatott. A rivár ásszal. Na mehetne ez mindig így. Most így enyhe chipléderként azért megnézegetjük ezt a Bubi Dáma Suicidet. Hát nem nagyon talált el, de még a backdoorba a check-check után lehet valami. Be is tolom ezt az 1500 akármennyit, mert jobb lenne, hogyha ő eldobná, úgy. Mennyivel szita út a srác? 1400-a, egy
egy beülővel szitautkodik. Na, hát a király 9-nek nem szurkolok, azt kell mondjam. Hó, jött a királya. Ez egy nagyon béna. Mukkolt, én nyertem, nagyon bátran elszaladtam. Ász királynak szurkolom mindenképpen, és úgy néz ki, hogy be is húzta, és akkor pénz! Money, money! Na, megágyaztak előre. Előre csak kólozok, mert még hát valaki mögöttem visszatolja, hogy dobjak, de nem tolták vissza. Két párom van. Jó, oké. Okay. Lett volna csúnya kártya, amivel megjavíthatnak egy dáma. Oh, nyilván belenézek. Na, gyere dáma, gyere, gyere dáma, nagyon kell egy dáma. Nem. Hát két pár, most miért nem ász párja volt? Ja, az se jó, mert 9-es párra levert volna. Valami hiba csúszott a matekba, mert bejutok a top 3-ba, jól állok stackkel, és valami nem stimmel itt a játékommal. Mondjuk lehet, hogy az nem stimmel a játékom, hogy mindig egy monster ül a balomon, amikor betolom. Az bizony egy fáradtságos pontja a játéknak. Egy easy call-ol, de a filmeri nagyon durván felcsövesedett mondhatni. Az ász-10-et be kell, hogy menjen, mert vele nem akarunk flopot nézegetni, meg vele se nagyon jobban örülnénk a dobásnak, de még call is lehet belőle. Ó, oh, már megint. Király? Na, ah, inkább fullt kapott. Ezekkel nehéz mit kezdeni. Belimp, limp kóló az ötös párral. Ez megint limp, és akkor mi lesz? Betolom, és megint kólol egy ossal. Ajajajaj. Itt viszont betoljuk az ászhámot mindenképpen. Ez is push. Miért nem betelt a flopon? Ez a kés lehetetett bet, ez micsoda? Amire mászdáma. Valószínű. Ászbubi az? Na, rögtön egy ász 7. Ha hogy? nem tudott volna egy 8-2 lenni, hogy eldobja. Na, hát ezeket kell megugrani, hogy kvázi chipléder környékén ne hulljon el a zsetonunk. Igazából lehet, hogy az a királydáma push az ezt nem úgy kellett volna megoldani, hanem kellett volna egy részfoldolás kitalálni. Na, ez eddig jó. Bubble. Ezt nekem be kell tolni. Fold, a királyokat megint limp, ödes istenem. Ez meg egy nagyon durva lépés volt ez a mini rész. Attól, aki eddig nem emelt. Ász dáma innen push, ezt meg eldobjuk. A hármassal nem állunk túlságosan jól.
5-2-t könnyedén feladom, ahogy a Bubi 5-öt is, meg látom, hogy innen megy a lopkodás. Gombról limpel. Itt meg nyilván bele kell nyisson, tehát hogy az a board nem engem talált el. Akkor már visszatoltam volna, lett volna ilyen lapom. Jaj, egy kis torna. Nem sok. Csak egy kicsi. Ékonyan. Ezt fel kell támadni, úgy néz ki, mert Titaut túlél a végén. Királydáma. Előről muszáj pusholnom. Nem talált el a ward. Kiestem róla. De mivel limpeltél? 4-7. Úristen. 4-7. Ó, limp. Mikre képesek emberek? Erre képesek, még mi mindent tesznek. Dobjunk póker, preflop, az a biztos. A preflop póker dobás mindig jó. Na most hatos párral nézünk szembe. És nem nyertünk. Hát ja. Ez a bubble play, ez nem lett túl sikeres. Az a 10-es kevés lesz szerintem. Aha, ja. Hát, ja, az a 3-os pár, az... az hiba volt, az... ott rontottam el. Képes voltam elhinni, hogy a csávó minden pushomra kólolni fog. És ez járt a fejemben. És sajnos nem éreztem a hármas párban azt az erőt. És ez meg is bosszulta magát. Meg fogom adni, aztán lesz, ami lesz. Ma azt kell mondanom, hogy igazán pehes vagyok. Ha felülről indulok is kikapok, és ha alulról indulok is kikapok, de a dancing már csak ilyen. Az nem kímél, az jön. Ennyinél tartunk ma. 12, ez a 13. nevezett, szerintem. Szóval körülbelül a feléről a dolgoknak estünk már ki, és azt hiszem, hogy a 3. harmadik helyünk van, úgyhogy
Nem túl fényes, nem túl fényes. Hát $3.63 mínusz jel ez a barométer. Ez egy ilyen részfoldos. Még neki megadom, neki eldobom. Ez meg egy részfólos lap. Mindenkinek megadom. Nézzük, hogy kitart-e a zászpár. Hát nem tart ki, mert ezzel a két ásszal itt már szentet nem bírok megadni. A dáma is utolért. Csak leesett a sor, meg a szín, meg a dáma. És add meg a kíváncsiságért, és tényleg meg fogom adni, hogy mennyire vertek meg. Semennyire. Hát, ez egy meglepetés volt. Szerencsére, hogy ilyen kicsit betelt egyébként. Mivel kólolt ez? Királyot cash-re hol? 5, nem úgy, hanem így 5, jé. Valamelyik beti mindig kimarad. Call. Ja, hogy azt is írjuk oda, hogy monoton volt a board. 9. Monotonhoz. Check. Bet. Kicsi. Meg hogy azért tudjuk, hogy egy kis bácsiról van szó. Hát ha ő megadta, én eldobom a király dámával. Hát nem volt jó dobás, de nem mindegy. Floppon lehet, hogy ki tudott volna emelni a 8-as pár. Nem tudott volna kiemelni a floppon, mert nem bárt volna betelni. És az a riverig már bekerült volna. A riveren. Ez is itt mindenkivel szembe bemegy. Nagyon nyomás rajta. Monsterrel nyilván easy call. Azt nem is várnám el, hogy eldobjon mondjuk egy királypárt. De hogyha itt csak egy sima ász, bubi ász, tízzel emelsz, vagy egy királydámával, azt jobb nekem, ha eldobja, mert két over ellen nem szívesen állok már harcba. Ja, a preflop, ami ott történt, az csak kiröhögöm magam. Meg nem emésztem magam, ott a játékom megváltozása miatt neheztelek magamra, hogy abban a szituációban nekem ott sima, most megint megpróbálja innen előről, most csak mögé kollolok az AK-val. Tehát, hogy az a bénaság, ami megváltozott, hogy elkezdtem tartani attól, hogy mi az istenekkel limpel, miközben ott egy ugyanúgy kellett volna tovább játszanom, ahogy az elképzelésemben szerepel, tehát hogy belimpelt, rápussolom. Belimpel, rápussolom. Max, ha megadja, akkor nézzünk rivert. Úgyhogy itt nem az, hogy most pont hármas pókerem lett, hanem a játék megváltozás. Ennyire nem szabad alkalmazkodni a fisekhez, hogy minden rossz mozdulatukat úgy kezeljük, hogy az következetes és mindig az lesz. Ott ő limpelhetett volna egy 7-6 S-sel is, amivel már nem adna meg. Amúgy egy ezével jött a partiba, vagyis így kólolta le az emelést egy ász 6-tal.
amivel ha kólol, akkor nyilván ugyanúgy 50-50-t játszom, mint bármi más ellen. Ami nem pár. Gyere! Nem jött. Nem jött, nem jött. Igor nulla, ki van kettő. Ó, azt betették. Ú, ő is betette. Így viszont a Bubi párt eldobom. Mi van? Már meg van beszélve. Na, hát a Bubi pár jó dobás volt, mint azt láthattuk, mert igazolta magát a Monsters of Hands. Ugye az ászdámának semmi keresni való nem lett volna, de nagyon nagy szerencsénkre betette, viszont a Bubival nem nagyon tudtunk volna javulni. Előről, hátulról körbe-körbe voltunk fogva. Ugye a sorunk is lefele lehetett volna kb. Sorunk, királyig, vagy valami ilyesmi. Akkor meg az ők az ásszal nyernek, úgyhogy... Vagy nem, nem, hogy nyertek volna az ásszal? Ah. Nem megyünk bele, mert be kell jutni a pénzbe megint, mert toványság van. De ő mindenképpen jól játszik. Jó dobás. Az is onnan dobás. Tudom, hogy vasárnap van, de a vasárnapot meg azért a Sitengo az más, mint a tournamentek. A variancia ugyanúgy megmarad a 9 fős asztaloknál. Uha. Mi rész? Eldobom azt a 10-est. Nem érzem vele biztonságban magam. Kólozok egyet, jön valami borzalom, amivel nem tudok mit kezdeni. Na Igor ki van, azt se bánom, ha ki... kiejti a másik kettőt. Head up-olunk. Egy mindenképpen pókerjátékosok ülnek a maradékban. Ez a tipikus kiegészít belenyit, hogy van-e valamim, ha nincs, akkor elviszi a kasszát. Ha emel, akkor már megy is befele a király dáma. Nem lehet neki állandóan jó lapja, és vissza is adta az előző endről szóló. Ezt megint vissza kell toljam neki, mert értem én, hogy szeretem elgetni, csak le kell szokni róla, le kell szoktatni róla. Ez Bubi előről dobás. Ilyenkor sok fish felkiáltan, hogy Jézusom, mi? Nem dobunk! Ászod van! És ha jön? Nem jön. Ó, az a river push a 75 zsetonra. Sok mindent elárul. Na. Ajaj. Nézd már! Abból ne legyen ám split. Jó, abból nem lesz split. Abból money lesz.
És akkor most... Hú, ez nagyon izé rá volt állítva check holdra. Visszapakolni. Visszacsomagászni. Most emeljél. Emel, most emeljél. Mert most eldobom. Ő nem dobta elő, bátor. Nem olyan kis gyáva nyuszi, mint én, hogy 8-5-öt dobálom. Na, melyikötök csinál sorsztekket magából? Uha, a 3-as all-in AK-AK 9-8. 9-8, az jó döntés mindig. Hol tettétek be? Itt, pre? Az igen. Azt mondták, hogy preflop beteszik. Emelt a 8-9. Visszatolták és érezte, hogy most kell megadja. Itt... Itt visszaemelünk neki. Mert nem mindig hagyhatjuk, mondjuk most... Ugye nehéz helyzetben vagy, hogy most mit csináljál. Betelek, mert ha nincs flösse, vagy semmije sincs, akkor esetleg így el is dobhatja. Nekem meg nagyon erős semmim volt. Olyan erős semmim volt, hogy az így elvittem a kasszát. Igazából jó, hogy az aggro a jobbomon ül. Az mindig egy szerencsés dolog. Na most Igor, add meg neki, azt ejtsd ki, vagy felezd le magad. Kilenc hárommal nem tudunk megadni. Bubi 2 is alkalmatlan. Luxor. Oh. Ez nem nekem segített, ez neki segített sajnos. Így ha itt betel, akkor kuka. Nem betel. Ott a sor! Mondjuk a király dámának is, de a király dáma szerintem tovább betelt volna törnön a sorával. De azért a dáma 8 is odaért, szóval csak kol. Ah, split. Jó, megizéltük egymást a splitre. Király 3-at betolom. Ó, nem jókor. Na, az nagyon kell egy 3-as vagy egy király. Király? Király? Nem jött. Ja, tudja a kis izéke, hogy nehéz a helyzetem, de a hatosokkal az innenképp visszatolom. Tízesekkel meg be is tesszük innen. Oda néz, tutuk koko. Kilences pár az már berepül. Hol a négyes? Az a baj, hogy... Az a baj, hogy lehet, hogy ő egy... húzó, vagy nem tudom, ezt
még talán ugye el tudom dobatni. Ezzel, ó, úgy, úgy. Ó, milyen kártyám volt, az 10 simán ment volna befele. Hogy kerültem ott Sita útra? Vigyed, már dobott. Micsoda önfegyelem. De 2-3 az nem tartozik a... Egyetlen range-embe se. 2-3 off, azt kell mondanom. Se a call-ba, se a re-steal-be. Na, hát az ő úgymond lopása, ami 3 BB, arra én nem reagálok call-lal. Elutasítom a call-t. Mivel túl lazán toltam, az előbb is látta, ezért a dáma 6-ot sem fogom tolni. Á, itt van Igor. Ó, oh, nyilván most van monstere. Ó, oh, hol egy 4-es? Du-du-du-du-du, sehol. Elfelejtették betenni a 4-est. Hogy ő nem 3 beteli egyáltalán, az mondjuk baj. Ez megint hiba volt, ezt egybe kellett volna betennem. Le is teszem ellene. Ó, mert persze. Piroska van? Piroska? Bubika, nem jó. Nézd meg, tök jó feljavulok megint Bubira, és megint visszadobja neki a short riverig. Hát szabad ilyet csinálni, hogy riverig dobják a sort neki? Megint csak egy harmadik hely, és az szomorúvá tesz, az kevésnek tűnik. Tedd már be! Te is tedd be! Na. Megint. Mi ez? Lehetne egy kicsit kíméletesebb is velem. Mr. Erengi. Az egy dolog, hogy a bolondériák azok kólolgatnak a dáma bubi egyszínűvel előről, de nem kell, hogy essen. Főleg úgy, hogy még fülös húzóm is van. Még visszajavulhatunk. Meg még a 10-es is van. Papapam, itt már haverkodnak az emberek. Lassan, de biztosan csúszunk lefelé.
No probléma. Ha nem ma, akkor majd legközelebb. Ha nem akkor, akkor meg tök máskor. A 4 harmadik hely megvan, oké? Akkor most a 4 másodiknak és a 4 elsőnek kell jönnie. És akkor kiegyezünk. De valószínűleg már a 2-2-vel is egyeznék itt. Egy break even mára. Azt mondja, hogy igazad van. Persze, hogy kiegyeznek. Buci 1988! Kösz szépen a bekövetést itt a legpánkosabb Twitch csatornán. Érezd jól magad, most pókerezgetünk, de amúgy meg sok minden mást is játszom. Leggyakrabban építkezek, de néha lövöldözök. De tényleg, akit érdekel egy ilyen Budapest felépítése projekt, az majd kukkancson vissza a pókeres stream után, nem sokára szerintem elindítok egy kis livestreamet a City Skylines játékban, ahol Budapestet építem utcáról utcára, átírom az utcák neveit is, éppen hogy az eredeti nevek szerepeljenek ott. Zásznyolc innen be kell tenni, mert 7 BB van. Úgy. Csodálatos Lánchíd van már a városban, ott van a csodálatos Szabadsághíd is. Amiket lehet, azokat így rakosgatjuk be. Vagy például a vásárcsarnok helyére egy vásárcsarnok van rakva, csak nem a pesti nyilván, mert hogy ahhoz kellenek emberek, akik modellezik ezeket. És hát nagyon kevés City Skylines magyar asset található. De bent van például a Csepeli hév. Nem is akárhogyan lesz bent, a Csepeli hév végállomásnak a eredeti épületével együtt lesz. A múlt évei kasszában még jól mutathat egy 10 dáma király flop. Mindenki találhat egy párt magának, hát ez még nem az, még nem, de már egy megvan. Az a törn az nem sokat segített. Bozsárra tuti rátolom, egy elég agresszív játékosnak tűnik így. Ó, itt az a baj, hogy itt félnek, hogy azt akarom, ilyen mini párok valószínűleg össze visszakaksizzák magukat egy ekkora bordon, de nem dobják el, mert az nem kell. Nem kértük meg rá, hogy dobják el. Hát... A dáma 10, nem annyira értettem azt a visszapust, az elég rossz visszapus volt, egy shortstack visszapusolja a chipladerre a dáma 10-et. Na itt van megint egy vasárnap, tessék. Megpróbáljuk egy kicsit kiugrasztani a nyuszit a bokorból, hogy van-e ott valami, van-e ott valami. Meg őket megkérni, hogy azért, ha lehet, dobják már el. Ő biztos szereti a floppot. Egy check, itt már azért van színünk. Megnézzük, hogy neki van-e? Nincs.
Pont mikor ilyen szép kártyám volt, hogy 10 kill. Nem lehetett mondani, hogy most belimpelsz? Hát itt lemaradva egy kicsit, de ezt be kell tenni. Reménykedjünk, hogy nem gondolkodik egy dáma 10 kill-ban. Hú, ez a 10-es magas, ez megnyerte. Nem. Sekund párt nem. A 7-2 se kell. Hát ez a hatos pár az sima ügy volt. Na Igor, akarsz inkább kiesni? Á, nem fogja tolni az a baj, igen. Tudtuk ebből a kettővel így nehezen adunk meg. Nekem Igort kell kiülni. Vagy véletlen összeakad a két csipi. Csipi-mipi. Így lehet, hogy az ICM tréner egyébként fejbe vágott volna ezért az AS3-ért. Mit dobta le, azt meg kell tenni. Na, inkább ő nyerjen, igen, mint az Igor, vigye el. A Bozsár, most kolold! Úgy! Gyere tízes, nagyon kell egy tízes. Hát nem jött. Ez szomorúsággal tölt el, mert most nekem kell tolni ezt a... Bobi 9-et. Tomorúan be kell tolni. Dobd el! Jajjaj, jó, oké, a király dámasz. Full legitim call, de itt már megint a cél előtt túl sok a negyedik hely, ez a harmadik. Mi ez? Negyedik, ötödik hely nagyon sok. Jó, sor négy szín. Jogsornak jobban örülnék egyébként, csak mondom. Na, amit itt csináltam, ezt ne utánozzátok. Soha. Ez szarjáték volt. Borzasztóan szar. Ez a floppon fold. És itt sem húzigálunk semmit, semmiféle harmadik párral való játékot, nem.
Na nézzük ki az, aki... most már izé van. Hát túlságosan... Most kellett volna egy... mondjuk a flopon csekkel, de az miért, azt nem tudjuk. De Bubi dámák itt már szétjavultak, úgyhogy az egy top pár az semmire nem jó. Tön kár, hogy treffen tudtam volna tovább menni még. Treff 9-el mondjuk. Ott a Bubi dáma, ugye? Ott a Bubi dáma. Itt meg egy pot emelés. Azt a mindenit. Jaj, de örülök ennek a király, nem örülök neki. Egyáltalában nem örülök neki. 80, ez itt megint mi? Ezt meg kell nézni, hogy van-e ott egyáltalán zsebbe valami, meg ott. Aha, jó. Jó. Hát csak egy dáma segít. A 10-es nem. 10-es. Is ugyanúgy kinyírt. Ja. Sajnos a dáma párunk az enyészeté lett. Úgyhogy valószínűleg egy ilyen király, dáma király, 10 király, bubi, ász király. No mindegy. Az könnyű dobás. Ha beszámoltál mindent, 18, akkor még kettőt fogunk indítani. És ez azt jelenti, hogy meg kéne nyerjünk egy párat. Ugye? Mert most a netto winningsünk az 6 dollár mínusz. Egy 3-at ha nyerek, akkor lesz. 4-et kéne nyerni, hogy kicsit nőjön a pénz. 8 dollárt kéne összekaparni az utolsó 6 darabból. Úgyhogy a 6 második hely, az is elég. De ha meg bukó, hát bukó, akkor majd toljuk. Tovább addig, amíg meg nem lesz. Az bizony sor. Na. Olin, olin. Olin, olin.
Ez itt egy nagyon rossz all-in volt, az meg egy sima call. Egy nagyon sima call volt. Nem megdobás. Dobás. 9-2 az nem lesz túlságosan nyertes. Megint csak az van, hogy a set mining-je nem tudom megadni. Visszatolni meg teljesen értelmetlen a két arcra, mert az egyik ha kólol, megint hátul leszek messze. Juhászokkal meg nyilván simán bepakoljuk. Azt meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye. 1340-ünk lesz, vagy még több lesz, vagy indíthatjuk az utolsó előttit. Lász királlyal, meg a királypárral is kaptunk egy-egy könnyű játékot. Nagyon erős Colin Station, ezért nagyot fogunk emelni neki. Ó, nem kell király, nem kell király, nem kell király. Jó. Na, itt még mit talál ki a kicsoda? Nagyon jók ezek a limpek. És akkor erre az emelés, az ilyen 270. Vagy akár a floppon már mehessen befele. Itt a short stack miatt rátolom mind a kettő sort. Hát! Nem volt mázlim. Nem volt mázlim, azt kell mondani. Ez visszaborított egy kisebb párt, 8-6-ot borította. Vissza két párom van, úgyhogy már csak a 6-os volt az egyetlen lehetősége. Na hát ezek ilyenek, hogy ász-8-at be kell tolni itt. Sok mindennek hololhatnak, hát pont egy domináló kéz volt nála. A volk se rossz a király négyre, azt is megadtam. 8-8 jobb lett volna, hogy berepülhessen, mert így én is adom a volkot, tovább adom, sajnos. Na, ez az, ezt így kell büntetni őket. Nézzük, hogy mit reagál. Hát ezt reagálja. Az baj, az baj. Meg most is csinálunk egy ilyet. Revusnak javaslom most is a Ristilt.
A Johnny Johnny Q. Inkább dobott. A 9-10-nek szurkolok, ám csak mondom, dáma nem jött. Ja, mert nálam volt. Ha kell, odaadtam volna. Hát toltam volna nektek a dámát be a törnön, vagy a riveren. Lololololololom. Én csak így vagyok kénytelen játszani. Aki visszatolja, az azért többnyire erős lesz. Ó, így én lettem elég erős. Hoppá, ott meg hármas all-in kezd kialakulni. Király tizet betoljuk. 103 kis berepül, muszáj neki berepülnie, mert nincsen stackem. Hát, hogy vagy megint egy kiestem és negyedik, vagy legyen stack. Hát, van királyom. Hát ez nem jó. Hármasok azok mennek. Ha csak nem valaki betolja, mert akkor el tudom dobni. Így nem tudom eldobni. Na, de ő tudott dobni, az jó hír. Hatosok is repülnek. Hatosok! Négyes pár kol? Ötös pár kol? Négyes pár legyen neki is. Azbubi ellen. Mi az ellenszer? Hát egy sora lesz. Az ellenszere, hogy neki sora lesz. Az Azbubival. Ja, hát ez így nehéz, nehéz játszani. Francessen bele. Egy leosztással később, ha történik mindez. Na, hol van? Mennyit kell még indítani? Mit mond? Kettőt, jó. Elindítjuk egymás után az utolsó kettőt. Az egy nagyon fontos pénzbejutás lett volna pedig. Kellett volna. Akkor túl sok volt, amit elbuktunk ilyen szitu. Úgyhogy jobban kell edzeni magam, hogy ezek jobban menjenek. A számtalan nagyobb hendbe tolt lap. A push ügyileg ez is jó. Talán, hogyha beletolom valamivel, megint csak nem tudunk mit csinálni. Ő az átbújva jól kólolt, onnan már se rajta, se rajtam nem múlt, hogy mit dobál a gép, de a gép nem akarta, hogy nőjön a pénzem. Ő még azt tervezte, hogy még tologassam itt az 50 centen egy kicsit. Te miatt a fish miatt gondoltam megyek, de így már nem megyek. Ő meg ugye rájött nyilván, hogy emelgetni kell, mert feszes az asztal.
leszámítva őt, mert ő nem annyira feszes. Na, föl kéne szántani a földet velük. Jó. Oh my god, onnan előről emelt. De én meg innen rá fogom tolni. Ez elég erőt sugal, hogy innen rátolom. Itt vészesen fogy a stack, és nem fogy az ember. Ja, el akartam indítani az utolsót is. Szóval öt asztal van, a bűvös öt utolsó. Ebből meg kéne nyerni a hármat. Legalább. Legalább is. Abban örültem volna, hogy ha csak annyit emel, hogy az mondja, hogy a hazasztal, akkor ide fevesszük föl, hogy a asztalt ne takarjam ki. Csak fölébredt az arc, aki eddig nem játszott. Itt kaptunk egy ilyen köst föl magad a tázbubit. Ajajajaj, az a baj, hogy ott tesz egy feszes játékos. Hasz! Már minden kevés, az bő kapta a gyerek. Egy bű kapta. Na. Hát akkor már csak négy helyen van lehetőség pénzbe érni. Arany kicsi. Na. Ja. Ha párom van, jön az ász, ha ászom van, nyer a pár, akkor szettjük van. Nem jó ez így, nem jó ez így. Valami be van, rosszul van beállítva a random generátor. Azt kell mondanom, hogy rosszul van beállítva. Na se baj, holnap fog folytatódni úgyis a dolog, olyan 10-11 magasságába délelőtt. Akkor megpróbáljuk megint megostromolni az egy dolláros limit határt. Ellenőrzésképpen, oké. 6 dollár 84 a mínusz. Tehát 2, 4, 6, 8, és akkor plusz. De már
egy győzelemnek is örülnék. Ma szánalmas volt a random generátor segítsége. Hogy van ez? Na, hogyha ő nem, akkor én mindenképp betolom, mert Zita út a csávó. Ő kólolhat. Ó, ez is... Milyen ömlése van, azonnal kapja a négy szint, azonnal flösse is van, jó, jó. Én voltam a hülye, azt hittem, hogy egy valódi fist le lehet győzni, de az nem nekünk való. Azért az érzékeltetni, hogy a csávó 100 leosztásból 73-ban játszik. És az ász hételen van egy ász királya. De aztán az is lehet, hogy érdemes lenne kihagyni a teljes hétvégi pókerezést és kizárólag hétköznapokra szorítani, mert a sok lud disznót győz, az ugye veszélyes mutatvány. És hát valljuk be férfiasan, itt azért érezzük ezt a hatást. Érezzük. Az ilyen király kettő kollokkal, amik fullba mákolnak. Na. Mi lesz? A 37 zsetonod. És eldobta. Én eldobom neked, haver. Nem szórakozok végig egy ilyen, hogy minden utcán csekkolozok, és aztán mutat egy király 8-at. Viszont rá kell toljam, mert ő meg gyakran lop, írja, hogy az esetek. Az esetek 44%-ában ő lopkod. Az bizony nem kevés. Világverebei egyesüljetek! Hát mivel nem van három betyé, inkább csak így jelöljük. De 13 hand az még semmi, úgyhogy azt inkább kiveszem azt a jelölést. 50-60 azért kell, hogy valami trend látszódjék. Most tessék engem nagyon sajnálni, hogy nem sikerült. Ilyen szomorú ikonokat, vagy mi ez, a smiley-kat betenni. Na, most jöhet ez a kiegészít, berenyit, izé, nem? Remélem 7-8-ad van. 4-2-je volt, hallod? 4-2-vel kiegészít, érted ezt a játékot? Ezt is ugyanúgy rátoljuk, mert mondjuk elég sokat bepakolt a stackjéből, az tény és való. Ahhoz, hogy ez piros, hát piros, hát piros, jó, jó. Hogy ezt már nem fogja eldobni, de én meg a királypárt nem fogom eldobni.
Itt maradt ez a 3-3 kis asztalka. Itt maradtunk egy bubble play-be. Ott az a baj, hogy nagyon veszélyes volt a board, hogy a riveren azt a kis drillemet rápakoljam. Ahhoz ennél szárazabb boardra lett volna szükség, hogy, hogy rápakoljam az arcra, és akkor most már nem lenne bubble play. Van bejelöltünk mindenkit, akit kellett. No, mert a terrorizmust azt tartani kell, mert ez a terror. Na, valaki, ő egy réz. Adok neki egy checket, hát ha elblöfföli ezt, nem blöffölt el. Esetleg talált esetleg valamit, 9-essel biztos, hogy betált volna. Ne, és azt hitte! Jaj, de hülye vagyok, édes Istenem! Na! Oda kéne figyelni arra, hogy mit csinálok. Fullba oda kéne figyelni, mert marhán nem is figyeltem azt, hogy tök hülye vagyok. Egy páromra koncentráltam, nem arra, hogy fullon van amúgy. Tehát, hogy azonnal rá kellett volna tolnom. És ezt nem is értem, hogy mi volt ez. Betudhatjuk annak is. Tudatalatt már majdnem bepisilek, de ez azt hiszem, hogy nem is tudatalatt van. De mondom, most már végig tolom ezt a 3 asztalt. Főleg, hogy itt most nem vicces kiülni. Mondjuk ez meg azért érdemes felírni róla, hogy a 9-4-es BBV-d. Na. Ezt kívántam magamnak. Most egy kicsit szerencsére azért még hoztam belőle. Mi volt az a lap, ami... Az a dáma, az tetszett neki. Jó van. Tehát, hogy ez az arc, ez fullba nem okos. Miért állt meg a zene? Ja, mert itt van egy nagyon hosszú szünet. Oké. Okay. Száj vagyok ezt betelni, mert ugye ezekkel a 4-2-től kezdett any two-val limpel, és ha nem talált, akkor az gyakrabban lesz, hogy nem talál, és akkor el tudom vinni a belimpelt kasszákat. Na! Hát! Nem, én nem vagyok fish. Akkor mindent én nyernék. Vagy nem. Na, tök jó, szerzett stacket a srác megint.
Hát csak azt sajnálom, hogy a balomon ül és nem a jobbon van. A jobbon ülne, sokkal jobban örülnék neki. Ó, oké, gondoltam, hogy kiegészítek, de akkor nem. Na, elszakadhatna már a gyógyszer valami, a kötél, vagy hogy az hívják ezt. Ugye elgurul a gyógyszer, és térna szakad el. Megvan. Összeraktuk. Jaj, 9-20 vagyoktól van, és most nem kell, hogy lapod legyen, úgy. Láncot meg ledobod. Jaj, az ékszíjat. Ahhoz. Ledobja az ékszíjat. Meg a lánc. De az más. A lánc is jó. Na, egy gyors walk. Walk away. Nézd, kiegészített, tök jó. Ja, hogy a 400-nál azért kevesebbet ne beteljünk, jó van. Ha megadja, akkor feladtuk. Azonnal. Valógy. Ez kettően mindenképp berepül a sortira. Na, ez így nekem kényelmesebb, mert 200-at buktam, és short stacknek a zsetonja is oda. Meg a kettőjükre rátoljuk. Ő dob azért, hogy ő meg azért, mert szar alapja. Ó, nem dobott. Meg még gondolkodik. Mennyire jó játékos, hogyha ő nem azonnal dobott. Az a 9-10, az miért? Hogy sora legyen? Kösz. Kösz. Kösz, hogy végig dobtad a sorát a csávónak. Éppen arra gondoltam, mi lenne feltölteném, hogy 10-es magassal lekólolja az Ollinemet. Azért kap egy nice gold. Hát biztos szólt neki, hogy PokerStars felhívta a telefonon. Most add meg, most sorod lesz, gyere, gyere! És akkor maga mögött a másik shortstackkel inkább azt mondta, hogy az jó ötlet. Nem ár, hogy el tudod dobni, hát itt be kell volna tegyed a stackedet. Na. Nem betelem meg, mert most van egy 8-asom, most már van egy 8-asom. Ha itt betel 10-ese van. Itt nem tudom, hogy vagy bubia van, mert itt azért 6-ossal is, ja, szóval itt akármivel betel megvert. Torszín, drill full, mindenki áll. Na nézzük. Betolod-e rá? Nem. Hát ez nem 9-es. Egyáltalán nem 9-es. Az se 9-es, az ilyen... Hát, ha véletlenül nyertünk. Csak a checknek örültem volna, arra meg nem költök 800-at most, hogy megmutassa nekem, hogy nézd, nem gyertél. Rivus, könnyű dobásod van. Vagy a 9-10 van nálad megint sorra?
Figyeld, figyeld. Ott a sora. Látod ezt? Látod ezt? Meg tudta gyógyítani a kettes párt. Perengé Manó ott ücsörög, és így oda néz, figyeld. 80-20, nom. 90-10, figyeld, 10%, hello. Kösz, Perengé Manó, kösz, hogy azt a jó keksz szagú nénikédet. Na, így lettem Chipraderből, Chipshower. És most megnézzük, ahogy megint felnövekszik a zsetonja a shortstacknek. Igen, nagyszerű. Hiszen neki volt rosszabb lapja megint. Nem, most neki volt jobb, bocsánat, ja, igen, most jobb lapja volt, most az én nyert. Bam, 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 bam. Eléggé jelentéktelenné vált a játék ideje. Se tudom, mi történik, csak dobálok. És most nézd meg, 4-5-tel meg kell adnom. És ászpárja van. Azért, ja, gyorsan, hogy itt... Nehogy lejavult az ászpárt, mert a River 5. Ó, te random generátorok gyöngye. Kieszik a negyedik helyről. Chipraderből Chipshower csinált. Azok, tehát most tényleg egy pillanatig nem hibáztam. Itt mindent úgy játszotta meg, ahogy kellett. De hát nem minden múlik rajtunk ebben a játékban. Na, most beteszem én egy 8-10-zel, és megnézzük, hogy... A bubi párja van. Bocsánat, azt hittem, hogy lesz esélyem, de nem volt. Na, ott volt még egy esély, hogy ennyi gyenge játékos ellen hozzunk egy kis pénzt is. Nope. Nem sikerül. Itt az ászdám az. Mindenképpen all in. Hát most sajnos túl sokszor vették el a 80%-unkat. Túl sokszor. River killek. Ja, majd holnap reméljük, hogy az RNG átáll az én oldalamra. Szevasz, szevasz, Kristóf! Ennek hamarosan vége lesz, aztán megyek, építkezek egy kicsit a City Skylines-ba. Itt azért kéne egy dupla. Na, négyen vagyunk. Hold. Ja, hát ma eddig olyan pont 7 dollár mínuszunk van. És igaz, igaz, tényleg utálom a pénzt.
te mágessé. Joker Toldrám. Ezzel meg nem játszadozunk, mert ez... ez maga a tűz. Ez az szépséges elemésztő kártya. Majdnem van valami, de semmit nincs. Ez mindenképp push 10 BB-ből. Örülök, hogy előről kiegészítettél, köszi. Nagy szükségem volt rá. Az ASZ 99-en a betelgetésedre. Viszont ezt innen biztos, hogy rápörkölöm a gyerekre. Még ő rá is rápörkölöm, mert neki meg az a dolga, hogy emelgessen. Ez a monster, nem tudok mit csinálni, de... Meg azért tudja megcsinálni bármivel megint, mert hogy most nekem megint jó lapom kellene, hogy legyen, és ha nincs az, ahogy most sincs. Most call? Nem call. Na, bele tudta tóni? Valamit komoly... Á, nem, ez megint lopás volt. Akkor már azonnal adta volna. De megadta bubidámával. Hát azért... Király a riveren jó lett volna. Így most... Csak kaka helyzetbe kerültem. Felhozta. Róla mi a read? Limpelget, tehát hogy akkor... Akkor hogyha ő emelget, az már többet jelent a közepes lapoknál. Na, királypár, 9-es szett. De jó! De jó, hogy kapott egy 9-es szettet, úgy örülök neki. Min elmélkedsz már megint a Joker. Az a baj, hogy a részgombot nem ismeri. Hiába lett egy csomó zsetonja, most már nem tudja, hogy az emelés az fontos lenne. Dáma innen. 7 BB. Kíváncsi lennék, hogy az ő stílusával mennyire lehet nyerő játékos. Most már hát, ha valami lesz, valaki meghal. Egy ász. Nem jön az ász. Csak megint átrendeztük a short stack-eket. Az, hogyha valaki azt mondja, hogy elég volt már a leggyengébbek között azért csiporogjak, akkor meg tud támogatni egy kis donation-nel is, akkor nem az 50 centen folytatom a játékot, hanem ezt eldobom, mert nem emel. Na, jó van.
Képzeljétek el, 80 cent állt a ház, 79 cent állt a házhoz. Na, mert pont fehérrel írja, és ez meg fehér, mi? Hogy lejjebb húzom, és akkor lehet, hogy látszik a donation. Majd át kell rakni, hogy... Na, itt maradtam a két calling station-nál. Dáma 9, az push. Király dáma is bemegy rájuk. Mi szórakozunk itt, meg a király bubi megy be rájuk. Egyszerűen annyira feszes az egész asztal, hogy muszáj vagyok pakolni. A River kijavította a dolgokat. Örülök neki. Nyertünk egy flippet, az is már ma egy nagyon nagy eredmény. Na, a... annyiból változott meg a egész challenge, hogy ugye az volt a terv, hogy hogyha a 60 dollárig feljutok, akkor 40 dollár befizetés lesz, de mivel jött be egy köztes limit, az 1 dollár, ezért most ha feljutok 50-ig, 50-ről folytatom, de a cél az a 2 dolláros limit. Jó, hát itt van egy ászüt két párom. Azzal nem bohóckodok, hogy izé az ima visszaemelés indul. Hát, ez nagyon kellemetlen, de ha ász királya van, ász dáma, az egyetlen ász négy. Jó, az ász négyet azt nem hiszem el, hogy kisplittelem, de tényleg. Megint a csávónak benn van, mint hal a szatyorban. Itt csücsükél a hal a szatyorba, bepakolja a postos ásszal. Itt van. 9, a 7%-ot meghúzza neki, csak akkor, ha király vagy bubi jön. Csak akkor. És jön. És megint egyel kevesebben lennénk. Nekem 5000 lenne, vagy nem a stack-em, vagy 4000. Nem lennénk kevesebben, igaz? Mert hogy nyert. Nézd, a dáma 9-et eldobom. Most már nagyon sokat vártam. Ezt meg rázúzom, mert elég sokat próbálkozik ebből a button lopkodással. És én nem próbálkozok. Na, hát eddig tartott az álom. Neki még szettje, tehát úgy lesz szettje ellenem, hogy fogom a királyt. Mindegy. 80 cent, 80 cent, annyival is csökkent a problémánk. De hát... Ajajajaj. Ajajajajaj. Úgyhogy és a grafikonunk ilyen, aztán ilyen lett, aztán ilyen, és aztán most megint ilyen. Úgy építjük a hegyláncot. Egy kicsit ilyen kolorádói hegység lesz belőle, ilyen South Parkosan. Bánni kell velem az a kedves, drága random generátor. Na de mindegy, egy nagyjából 10 perc az utolsó után, és kezdődik a City Skylines. Sokkal nyugodtabb játék, mint a póker, mindenképpen. Nem kerül pénzbe,
se így, se úgy. De na, szerintem nagyon jó, ahogy így épülget Budapest is. Egyre szebb dolgok, és találtam egy csomó olyat, ami például a kombinót van a 6-os villamos vonalán a Real Budapesti kombinó, a Dáma 4 Colt találta ki magának, figyeld! Ha? Szín? Nem. Ó, hát ez milyen kegyes volt már. Sor és színhúzót kapott a gyerek pedig. A Dáma 4 Colt-ra. Szóval érdemes bele kukkantani, hogy hol tart Budapest. Úgyhogy csak el kell menjek kipélni, meg be kell indítani a másik játékot. És hát nyilván leállítom addig a streamet, hogy a két dolog ne folyjon egybe. Hát az a baj, hogy a mai napon még Hedzába se jutottam be. Ami hát elég szomorú. Jó, hát ez egy színhúzó toppár. Nézzük, hogy megbolondul-e valamivel, nem szerencsére. Hogy itt a nagy izgalom, fel is nagyítom nektek, tessék így. Vetette, add meg neki! Add meg neki! Már csak 1500! Ne! Pedig milyen szépen belimpelt. Kicsit változtatok a dolgon, inkább csinálom én is ezt a lopásfoldolást. Akkor talán kevesebbszer lesz az, hogy pont a monsterben nézek bele. Ebből a szerencsétlennel meg mát is módosítom ide. Nem tudok másképp játszani, mert így azonnal bam! Királyom van! Király 8-al limpeltem! Figyelj, királyom van! Dobd el, nincs semmit! A királyom van! Emel! Ászok! Na, Vinetú? Vinetú elég feszes, amúgy. Három betje nulla, azért itt ez a 8-as három bet, ez már azért árulkodik valamiről. Krisztilek. Te jó, na ez mi lehetett? Mert a 4-2-vel belimpelt. 4-2-vel a limp, az sima ügy volt már. Mit tudott eldobni? Te építetted fel a házakat, te építetted fel az utcákat, te építetted fel a gyárakat, nézd meg az egészből mi maradt. Golyócska! Nagyon nagy köszönet, nagyon nagy köszönet. Igazán nem kellett volna. Így Golyócska kedvességével holnaptól $1 folytatjuk. Addig is eldobjuk a 10-2-t. Pedig a Doyle Brunson azzal nyerte meg a VSOP-t egyszer. Persze kellett, hogy jöjjön hozzá, tehát nem úgy nyerte meg, hogy 10-es magassal. Azóta is vannak arcok, akik azt gondolják, hogy akkor az a mindent vivő. Mert egyszer nyert fel a Doyle Brunson, és akkor itt tolják.
Azért megpróbálom megnyerni ezt attól még. Meg itt nőveget a ládácska. Mondjuk még sok kell, 930, akkor az 320 pont, az még 40 itengó ebből és 20 itengó az egy limittel feljebből. Tehát, hogyha hétfőn letoljuk a 1 dolláron a szitengókat, na emelt, vigyed már, Vinetú! Felolvasta. Á! Ott vannak a short stack-ek, azokat kell kiszedni először valamelyiket, nem pedig nekem kell harcolnom vele. De a dáma 3-ban nem fogom rápussolni, mert ott van nála az ászpár. És nem fizetjük ki az ászpárját. Vinetú, tele vagy zsetonnal, emelj már rá, mindent eldob, pusolj rá, így. Add ide a zsetonod, majd én rátolom helyetted. Így kell rátolni, hogy így megfogod és az egészet végig is, puss. Ja, igen, mert van késleltetés itt beállítva. Hogyha véletlenül valaki tudna arról, hogy ezt tolom, akkor mégse tudja lenézegetni a lapjaimat, és akkor ott ül az asztalnál könnyedén lejátszani engem. Bár ugye szerencsére az itteni nevem és a Twitch nevem tök más, ezért nem tudná, hogy közvetítek. Ide ugye nyilván nem írom ki. Hát ez betolta. Úgy, dáma, 8-as, 10-es, dáma, 8-10 dáma, szint, já, 78 cent a zsebben. Már sokat szóra ez a, hoppá, 6-2, hajrá, 6-os, ott a 6-os, back a kills, és sora lesz, csak hogy ne örüljek. Már majdnem bejutottam egy heads up-ba. Bubi párba tolta most. És ász 4 egyből. Én meg sem merek moccanni. A harmadik ólinkoljuk. És az 5-3 egyből, figyeld. Csak hogy nehogy kiessen. Hát belőlem csinál bohócot ma a random generátor. Összetolták már 4-szer, komolyan mondom, és még mindig semmi nem tudott történni. Neki meg valahogy beragadt ez az all-in. Na hát akkor király 8-al kérem szépen all-in leszünk. Király van? De 6-os is, tehát hogy érezzétek. Jött a királyom. Szavam nem lehet. De on lett egy 6-os szettje szegénynek. Csak kibohóckodta megint, hogy a harmadik helynél tovább ne jussa két ilyen játékossal. Ezekkel a borzasztóan random generátor, mintha figyelné az asztalt, hogy
Na most ő nyerjen, na most vissza, adjuk vissza. Semmikből. Az a bubi pár ellen az ász-4 flop ász-4. Na nézzük, hogy hogyan tudják befejezni. Jaj, hát így ért véget egy nagy menetelés, hogy ez a szerencsétlen ezekkel a limpeléseivel meg tudta nyerni. Na, hát a nap vége pedig itt írja, hogy $6.84 mínusz lett. Ugye a Poker Starson pedig 42,95 van. Úgyhogy ez golyócskának a 10 eurójával kiegészül, az még valami 51,23 valami ilyesmi lesz. Úgyhogy holnap ezzel folytatjuk, és akkor akinek van kedve, mindenképp érdemes egyébként egy kicsikét belefukkantani abba, hogy néz ki Budapest most pillanatnyilag, már épülget a 7., 8. kerület, Csepelnek a felső részére ipartelep készült, meg 5. kerület, ilyesmi. Úgyhogy 10 perc múlva találkozunk mindenkivel. Addig is, szevasztok!